Itt vagyunk az M2 Petőfi TV új műsorának, az Adom a dalod című műsornak az első forgatásán. Csalóka, mert most egy híd alatt állunk, ránk szagadt az ég, de hát ez teljesen normális forgatási körmények jelenleg ilyenek, de ettől függetlenül hamarosan elkezdjük a forgatást, a nap ki fog sütni, és egy kosárpályán fogunk Dánielfi Gergővel forgatni. Az Adom a dalodnak a házigazdája leszek én, viszont ez most egy komplex feladat, mert egyrészt riporterkedni is kell, másrészt műsorvezetőként is kell ténykedni. Föltárom a múltját a szereplőknek, megnézzük, hogy a magánéletükben mit szeretnek, mi a hobbiuk, van, akihez elmegyünk lakásfelújítással, van, akivel együtt sportolunk, úgyhogy ebben olyan mozgalmas lesz az életem, mint a Petőfi TV és riporteri munkáim során, viszont ott leszek a stúdióban is, ahol majd előadják a feldolgozott dalokat az előadók és a zenészek. A műsor koncepciója szerint van nekünk egy főszereplő zenészünk vagy zenekarunk, akiket több aspektusból ismerhetünk meg. Ők ugye kapnak egy dalt, az előző főszereplő zenekarunknak egy ikonikus dalát, ezt kell, hogy átdolgozzák, ezt kell, hogy eljátsszák a saját stílusukban, de ezen felül nagyon sok szemszögből ismerhetjük meg a zenészt, játszunk velük, humor lesz ebben a műsorban, ezen felül dalszövegelemzés, egymástól kérdezhetnek a zenészek, úgyhogy olyan dolgokat is megtudhatunk, megismerhetünk, amit egyébként lehet, hogy mi nem feltétlenül mernénk feltenni ezeknek a zenészeknek. Ezt a műsor több helyszínen is forgatjuk, most itt ez a külsős helyszín, ez lejátszott, jót kosaraztunk Dánielfi Gergővel, akivel aztán az A38 hajón fogunk találkozni, és ott végre előadja a Tankcsapda egyik slágerét, szóval ezt már most izgatottan várom. Vagyok az A38 hajón, ugye, és az első forgatási nap van, és ez nekem iszonyatosan megtiszteltetés, hogy ez a műsor most velem fog elindulni, és hát, de hogy is fogalmazom, földimmel, a Tankcsapdával, Lukás Laciékkal, ami egy olyan pillanat volt, amikor megtudtam, hogy mi fogjuk átdolgozni a Tankcsapda számát, amit igazából annyira nem hittem el. És amikor most ott tartunk, hogy pár perc múlva belép a Tankcsapda, és meg fogják hallani, hogy mi ezt hogy dolgoztuk át, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát majd nem egy álom vált valóra. Ez az Adom a dalom műsor őszintén szóval számomra egy nagyon meglepő dolog volt. Nem beszélve arról, hogy egy olyan dalt dolgoznak át a srácok, a Dánielfi Gergő és az Utazók, ami nem egy kézenfekvő, az ő stílusokhoz passzoló dala, ugye a Köpök rátok. Ezért is volt nagyon meglepő, meg egyébként az egész közeg, meg környezet, nem a helyszín maga, hiszen azt ismerjük, de így az egész tévéstúdióvá berendezett dolog, egy kicsit ilyen, nekünk nem annyira megszokott ilyen szempontból, legalábbis egy ilyen kanapén ücsörni és nézni egy zenekart, ketten voltunk most itt a nézők, ilyen szempontból kicsit fura volt, de egyébként összességében meg az egész tök pozitív szerintem. Iszonyatosan izgulok. Persze azért is, hogy ne roncsom el a szöveget, nagyon, nagyon szövegmániás vagyok, főleg úgy, hogy előttem ül a Lukás lesz, tehát ez úgy durva van. Izgultam sokszor már életemben, de azt gondolom, hogy ez most az egyik legnagyobb izgulásom. Mi adtunk egy dalt Gergőjéknek, és kaptunk egy másik dalt, és ennek nagyon örülök. Féltem, hogy ezt a dalt nem tudják olyan jól földolgozni, hiszen elég karakteres dal. Ezzel szemben egy nagyon meglepő hangszerelést és nagyon meglepő hangulatot kaptunk. Nekem nagyon tetszett. Én örülök, hogy ilyen bátran hozzányúltak a dalhoz, és egy teljesen más nótával szembesültünk.